előtt, szívvel, névvel, meg hatvadéves a szerve részés, hogy viszont a mérföldkövei. Miért választottam ezt a témát? Azért, mert 60 éves a CERN, és múlt év szeptember 29-én ünnepelték ezt a dátumot. Azután még az a fontos esemény is bekövetkezett, hogy Karunk hallgatói személyesen ismerkedhetnek meg a CERN-ben folyó munkával. Egy nagyszerű tanulmányi kirándulás keretében, és az itt ülő diákok velem együtt ott voltak, úgyhogy hát ezek szerint sok újat nem mondok nektek, de hát az ismétlés a tudás anyja, és ezzel az alapon akkor elismétlem nektek azokat a dolgokat, amiket már tudtok, és ha már vesz a gép engem, akkor gondolom itt a helye annak, hogy természetesen köszönetet mondjunk az Emberi Erőforrások Minisztériumának, illetve Balogh Zoltán miniszter úrnak, akinek a hathatós anyagi segítsége, támogatása nélkül ez az út nem jöhetett volna létre. Köszönetekkel így már megvagyok. Harmadikok, ezt már említettem, azért mert a harmadik fizikusoknak klasszikus elektrodinamikát adom elő, és a klasszikus elektrodinamikának egyik fejezete az, hogy elektromosan töltött a részecskék mozgása elektromágneses terekben, és a gyorsítókban nagy részben ezek a folyamatok zajlanak, a töltött részecskék elektromágneses terekben mozognak, ezért gyorsulnak. Ha másképp lenne, fel se tudnám gyorsítani egyébként a részecskéket. És ugye hát a CERN-nek a lényege az a gyorsító technika, hát ezért ez az előadás, akár az elektrodinamika egyik része is lehetne. Itt vagyunk a következő. Itt vagyunk a CERN-be, emlékeztek rá, az úriember nagyszerű előadást tartott angol nyelven, és szerencsém, hogy a CERN tagja Magyarország, és ezért a magyar nyelv hivatalos nyelv a CERN-be, és az egyik előadó szerencsénkre magyar volt, és emlékeztek rá, milyen szép és értelmes és hasznos előadás hallgatásban volt részt. Miről lesz szó? CERN-ről története, magyarokat CERN-be, ukrán tudósokat részvétel a CERN kutatásokat. 47 ukrán fizikus dolgozik ma is a gyorsítókon. A CERN missziója, a gyorsítók, a detektorok, a számítógépek, technológiai fejlesztés, tehát mi az értelme az egész munkának, és nem csak az, hogy a Higgs bozont fedezzük fel, hanem meg a fekete energiáról, meg a fekete anyagról mondjunk valamit, hanem az is, hogy ennek a munkának eredményeképpen egy technológiai push, egy technológiai kicket, ahogy terminusokat használok, tehát kapjunk egy technológiai fejlődést, fejlesztést. Tudományos eredmények, ezek a részecskék, amiket felfedeznek ott a gyorsítókon, és a legnagyobb a koronája a standard modellnek a Higgs féle skaláris részecske, a Higgs bozon. Ezzel lett komplett a standard modell, hát amennyire komplett lehet egyáltalán ez a standard modell. Ugye a tanítónő úr előadásából kiderült, hogy azért valami kérdés megoldatlan elég, és ez örökké fog tartani, és nagyon jó, hogy így lesz. A
az olasz professzor úr, emlékeztek, aki előadást tartott az Atlaszba, mondta nekünk, hogy hát felfedeztük a Higgs-et, és nyilván következő évekre is szükségünk van a finanszírozásra, tehát feladatok is vannak, fekete energiát és fekete anyagot fogunk kutatni, úgyhogy van okunk finanszírozást kérni.